Köszönöm szépen, jó estét kívánok, hölgyeim és uraim, és szeretném mindenkinek megköszönni, hogy hívásunkra, meghívásunkra eljöttek erre az ünnepi alkalomra, amely véleményem szerint nem csak azáltal ünnepi, hogy valami módon hát elindítjuk, felavatjuk ezt a központot, elindítjuk a működését, hanem ünnepi azáltal is, ami utána következik egy fontos és remélem tartalmas beszélgetés irodalomról, poézisről. Mint Tibor is Szabó Zoltán jelezte, nekem itt valamiféle ilyen társházigazdai szerepem van, ezt elgondoltam, hogy az elmúlt időszakban mennyi minden mellé ragasztottuk oda azt, hogy ko, ugye társ, koprezidens és így tovább. Hát egyelőre itt tartunk, hogy legalább egy társházigazdaság jutott nekünk, távol vagyunk még például a társ nemzeti státustól, amit már a 90-es évek elején elterveztünk, de hát előbb-utóbb sok minden megtörténik, és előbb-utóbb azért terveket és álmokat valóra lehet váltani, ha vannak kellőképpen következetes, kellőképpen kitartó és makacs emberek. Ebben az esetben nem általában gondolok valakikre, hanem konkrétan gondolok Tibori Szabó Zoltánra, akinek köszönhető elsősorban végül is természetesen munkatársaival együtt, hogy ez a központ, amelynek rendkívül bonyolult neve van, én itt a meghívót a zsebembe tettem, hogy elolvashassam, ugye a Kolozsvári Magyar Média Tudományos és Kulturális Központ, azt hiszem, hogy menet közben erről valami csak le fog kopni, és akkor lesz ennek egy remélhetőleg rövid beceneve. No, de nem ez a lényeges, mert az elnevezés egyébként tartalmilag pontos. Tehát akinek elsősorban érdeme az, hogy ezt sikerült megvalósítani. Akkor tartott ő ki az elképzelés mellett, amikor még eléggé távolinak és hát eléggé illuzórikusnak látszott, hogy lesz belőle valami. Én örülök, hogy mi segíthettünk. Tibori Szabó Zoltán a megmondhatója, hogy mennyit kellett minket piszkálni tulajdonképpen, és mennyire nem kellett békén hagyni minket, hogy ami a mi feladatunk, azt elvégezzük